Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Bizottság vizsgálja a szexárdi uszoda építését, a cél, hogy mielőbb elkészüljön a létesítmény. Minimál béremelés, a kis cégek bajba kerülhetnek a magasabb fizetések miatt. Bukovinai összetartozás napja, tisztújítás, koszorúzás, emlékszobaavatás és focitorna is szerepelt a programban. Felújított menze és reformkonyha, 25 millió forintos fejlesztés a Zombai Általános Iskolában. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egyelőre nem tudni, ki a felelőse annak, hogy a szexárdi uszoda nem készült el a legutolsó novemberi határidőre. A kivitelező szerint a megrendelő, vagyis a város önkormányzata és a szexárdi sportközpont, a város vezetése szerint viszont a kivitelező cég a felelős a csúszásért és a silány munkáért. Hangzott el az uszoda építésével kapcsolatos műszaki kivitelezési folyamatok ellenőrzésére létrehozott ideiglenes bizottságülésén. Bomba Gábor, a bizottság elnöke azt mondta, az a céljuk, hogy a kivitelezőt folyamatosan ellenőrizve és számon kérve minél előbb befejezzék az uszodát. Én kértem, hogy akkor a statikus tervező az nyilatkozzon arról, hogy ezeknek a szerkezeti eltéréseknek van-e valamiféle kihatása az épületnek a későbbi teherbírására. Kerekes László, műszaki ellenőr, éppen arról beszél a városi úszoda építésével kapcsolatos műszaki kivitelezési folyamatok ellenőrzésére létrehozott ideiglenes bizottság előtt, hogy számos hiányosságot talált a szexárdi úszoda építkezésénél, amiket folyamatosan jelzett a kivitelező cég felé. A bizottság tagjai megállapították a bekért anyagok alapján, hogy az eddig elvégzett munka, ha nem is első osztályú, de elfogadható és befejezhető. Felmértük a bejárások során meg a papírokból, hogy nagyon nagy csúszás van, ami a legnagyobb kockázata az maga a finanszírozásnak a véghatárideje. Tehát úgy érezzük, hogy az úszoda nyilván befejezhető, a kivitelezőt sokkal jobban ellenőrizve, illetve folyamatosan számon kérve, ami még látszott, hogy a csúszásra nem tudott olyan indokot mondani, ami elfogadható számunkra, úgyhogy meg kell vizsgálni nyilván ennek a kötbérvonzatát, meg a többi dolgát is. Az úszoda helyszíni bejárása és a műszaki tervek bekérése alapján azt is megállapították, hogy további lépésekre van szükség annak érdekében, hogy felgyorsuljon az építkezés, mert a munka jelentős csúszása miatt még a kapott több mint 500 000 forintnyi támogatás is veszélybe került. Mert ha idén nyára sem fejezik be az építést, a városnak vissza kell fizetnie ezt az összeget. A kivitelező egyértelműen arra hivatkozik, hogy a megrendelő, tehát az önkormányzat, illetve a Sport Kft. Hibájából csúszik ő, viszont a helyben lévő műszaki ellenőr pedig azt mondta, hogy ő azt látta a kivitelezés során, hogy viszonylag alacsony létszámmal történt a kivitelezés, tehát ez is lehetett oka annak a csúszásnak. A kivitelező ezt nem írta le, nyilván az ő felelőssége az, hogy betartsa a határidőket, és akkor a létszámot alkalmazzon, amire szükség van. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a kivitelező által leadott ütemterv tartható-e, vagyis augusztusra elkészül-e az uszoda, aminek a gépészetét egyébként áttervezték. További műszaki információkat kér be az ideiglenes bizottság, ezek birtokában tudnak csak tovább lépni, tette hozzá Bomba Gábor, aki azt sem zárta ki, hogy lecseréljék a kivitelező céget. Hozzátette, egy céljuk van, a városnak minél előbb legyen uszodája. A minimálbér 8, a szakmunkás minimálbér pedig 10 000 forinttal nőtt január 1-től. A munkavállalói érdekképviselet szerint ennél magasabb emelésre lett volna szükség. A Kereskedelmi és Iparkamara Tolnamegyei elnöke viszont azt mondja, a munkáltatói terhek, vagyis az adók és a járulékok miatt a kis cégek már ezt is nehezen tudják kigazdálkodni. 161 000 forint bruttóban, ennyit keresett január 1-je óta az, aki minimálbérért dolgozik. Ez 8%-os emelés a tavalyi 149 000 forinthoz képest. Nettóban ez havonta 107 000 forintot jelent.
A szakmunkás minimálbér is 8%-kal emelkedett, annak mostantól 201.600 forint a bruttója, vagyis 240.000 forintot kapnak az ennyiért dolgozók Magyarországon. A nettó értékeket számolva a minimálbér így nagyjából 8, míg a szakmunkás minimálbér nagyjából 10.000 forinttal nőtt 2019-hez képest. A nagy cégek könnyen kigazdálkodják még járulékokkal együtt is a megemelt összegeket. A mikro- és kisvállalkozásoknak viszont még úgy is komoly terhet jelent majd, hogy a szakszervezetek 10%-os béremelést akartak kiharcolni, mondja a Kereskedelmi és Iparkamara Tolna megyei elnöke. A kisvállalkozóknak és ezen belül a mikrovállalkozóknak már tavaly is gondot okozott a minimálbér kigazdálkodása, és várható, ami most egy 8%-os emelés után további nehézségeket okoz. Ez látható is, hogy a legkisebb egységek hát nehezen tudnak boldogulni ezzel a bérteherrel. A kamara elnöke szerint nem kizárt, hogy a munkavállalói érdekképviseletek elégedetlenségének lesz foganatja évközben. Fischer Sándor szerint lehetséges, hogy a 2 évre szóló jogszabályban rögzített bérmegállapodástól eltérve magasabb emeléseket tartalmazó ágazati megállapodások születnek majd. Fontos, hogy növekedjenek a bérek, hiszen ez tartja meg a munkavállalókat egy adott helyen. Ha ez nincsen, gyakorlatilag sokkal nagyobb lenne a fluktuáció. Magyarországon egyébként már nem csak Nyugat-Európához képest marad el jócskán a minimálbér összege. Lengyelországban például január óta már 198.000 forintnyi zloty a minimálbér összege, Szlovákiában nagyjából 191.000, Romániában pedig 156.000 forintot vihetnek haza a minimálbérért dolgozók. Ismét Illés Tibort választották a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnökévé. Az Összetartozás napja című rendezvény programjainak sorában a közgyűlés mellett emlékszoba és szálláshelyavatás is szerepelt. Vértől piros hazult vize. Szentmisével és a bukovinai falvakat jelképező keresztek koszorúzásával vette kezdetét a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének közgyűlése. A kismányoki székelyporta után Bonyhádon folytatódott az esemény, ahol ünnepélyes keretek között avatták fel a 10 férőhelyes szálláshelyet, valamint a nemrégiben elhunyt Lőrinc Aradárné népi iparművésztől elnevezett emlékszobát. Az értékeinknek egy újabb szimbólumaként nyílik meg a Lőrinc Aladárnéról, Molnár Vilmáról elnevezett szövőszakkör helyszíne. Ez a szövőműhely, ahol az ő munkái vannak, az ő általa elindított szövőszakkörnek az eredményeit lehet látni a falakon, oklevelekben, vagy akár a félbehagyott szőttesekben, és az ő férjének, Lőrinc Aladárnak a kezemunkáját dicsérik, mindazok az osztováták, vagyis szövőszékek, amelyekkel be van rendelkezik. Ez a szövőműhely. Az összetartozás fontosságáról beszélt Filóné Ferenc Ibolya, a Bonyhád polgármestere is. Illés Tibor, a szövetség újjáválasztott elnöke azt mondta, a most átadott házrészek tovább erősítik a kapcsolatokat. Illés Tibor azt mondta, a következő 2 esztendőre kell meghatározni a szövetség előtt álló feladatokat. Ilyenkor történik a leosztása a feladatoknak, hiszen a programon belül vannak akár Bukovina Fesztivál, kihelyezett programjaink vannak, amit ugye ilyenkor tulajdonképpen fölvállalnak, illetve hát szeretném, hogy most már nem csak ezt az évet, hanem tulajdonképpen a következő évet is belevennénk, mivel a pályázatok is úgy működnek, ugye, hogy most hát meg elhatározzuk, hogy illetve vállalnak, de már a pályázatnak már ugye korábban már ki lett írva, tehát ezért én úgy gondoltam, hogy mindenképpen akkor most 2 évre határozzuk meg, hogy időbe tudjanak fölkészülni a tagegyesületek. Nem véletlen, hogy erre az időre szervezték a programokat, mondta Illés Tibor, hiszen ez volt a legközelebbi dátum a Madéfalvi veszedelem évfordulójához, melyek megemlékezése folytatódik Madéfalván a szövetség vezetése és Bonyhádváros részvételével. 75 évvel ezelőtt hurcolták el szovjet parancsra azokat a német származású, kelet-közép-európában élő ártatlan embereket, akiket háborús jóvátételi kötelezettség teljesítésével rövid ideig tartó Málenkij robotra vittek. A kis munka a gulágokra emlékeztető körülmények között zajlott 1945-től 1948-ig, sok ezren nem élték túl, vagy ha mégis, akkor ott vesztek örökre a nagy Szovjetunióban, mint ahogy jó néhány kismányoki ember is. Roman Spirit,
Kevés olyan kis település van az országban, amelyet annyira fájdalmasan megérintett, máig nehezen feldolgozható családi tragédiákat okozva az úgynevezett Málenki robot a német származású magyar állampolgároknak a Szovjetunióba történő elhurcolása, szabadságuktól való megfosztása, mint a Tolna megyei kismányok. Itt kismányokon valahogy valaki, mindenki érintett ebben a témában. Vagy közelebbi, vagy távolabbi hozzátartozó révén, de mindenkit érintett ez. Hiszen el kell mondanom, hogy 1945-ig kismányok egy szintiszta német ajkú evangélikus település volt. A valamivel több mint 600 lélekszámú kismányokról 54 német származású embert hurcoltak el 1945. januárjának első napjaiban, és 19-en sohasem térhettek haza. Mert az 1948-ban megtörtént tábori felszabadítást már nem élhették meg, betegen ott vesztek, sok esetben a gulágok körülményeire emlékeztető munkatáborokban. Kismányok emlékművet állított, amit az idő múlásával felújított, szépített, amelynél minden évben összegyűlnek egy szép megemlékező ünnepség zárásaként a település lakói. 1949. november 6-án kimerülten, betegen, lesoványodva megérkeztek a Nagymányoki vasútállomásra. 35 hazaérkező közül többen olyan betegek voltak, hogy rövid időn belül meghaltak. A nagypapámat és az öccsét hurcolták el 45 januárjában. Mindketten itthon hagyták az édesanyjukat, a feleségüket és két lányt. Az édesapám öccse 46-ban elhunyt Szovjetunióban, a munkatáborban. Az én nagypapám nagyon kalandos úton Németországon keresztül 1948-ban hazajött. Elhunyt férfi kölyök kutyáit mentette meg a rendőrség a hétvégén Dombováron. A hatóság munkatársai a labradorokra egy Dombovár külterületén álló ház udvarán bukkantak. A rendőrséget a férfi barátja értesítette, aki elmondta, hogy napok óta nem éri el ismerősét. Két járőr a katasztrófavédelem munkatársaival együtt érkezett a házhoz, ahol már holtan találtak rá az 58 éves holland állampolgárra. Aki természetes halállal hunyt el. A férfi mellett még két hónapos labrador kiskutyát is találtak kollégáim, akik az egyik szabadnapos kolléganőnk segítségével, akit úgy hívnak, hogy Fehér Adrián, az ő segítségével a dombóvári menhelyre szállították a kiskutyákat, akik reményeink szerint hamarosan új gazdára találnak majd. Közel 25 millió forintból újították fel Zombán az általános iskola ebédlőjének belső terét, és szerveztek 2018 tavasza óta 500 eseményt menő menza név alatt. A projekt célja a gyerekek egészséges életmódra nevelése volt. Elég lesz? Svédasztalos kiszolgálás, modern, megújult környezet, egészséges ételek. Ez fogadja Zombán az általános iskola tanulóit. Mindezt pályázati keretből közel 25 millió forintból tudta megvalósítani a város vezetősége, együttműködve a tanintézmény munkatársaival. 4,5 éven át tartó projekt zárásánál tartunk. A program neve Menő Menza. A feladat, a cél az volt, hogy az iskolásoknak is tetsző, kedves, de nagyon finom és egészséges ételeket szolgáljunk fel a program keretében, és a felszolgálás is megfelelő színvonalon történjen. Minden alkalommal svédasztalon szolgáltuk fel az ételeket. Pályázati pénzből megújult még az ebédlő butorzata és teljes konyhai felszerelés vásároltak. 2018 tavasza óta pedig további 50 olyan programot szerveztek, ahol a gyerekek egészséges életmódra nevelése volt a cél. Az iskola igazgatója szerint már rég vártak egy ilyen lehetőségre. Évek óta várunk arra a lehetőségre, hogy megújítsuk az éttermünket, és hát most ez a pályázat lehetőséget adott nekünk arra, hogy új asztalokat, székeket, étkező eszközöket kaphassunk. A gyerekek ez alatt a pályázat alatt nagyon sok olyan étellel ismerkedtek meg, amivel otthon nem ismerkedhettek meg. A zombai általános iskola menzáján több mint 200 diák étkezik naponta. Regionális híreink következnek. Új összetételű üzemanyag a kutakon, a környezetvédelem a cél. Új kilátót építenek a Zengőre, márciusra készül el a 160 milliós építmény. Növekvő bérek a magyar gazdaságban, kaphatnak-e segítséget a KKV-k, hogy versenyképesek maradjanak?
Január 1-től nőtt a bioetanol összetevők aránya az üzemanyagokban. Az intézkedéssel Magyarország is csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A modernebb autókra nincs hatással a változás, de az idősebb kocsik tulajdonosainak érdemes tájékozódniuk az új összetevői üzemanyagokról. A 95-ös benzinben maximum 5% lehetett a bioetanol tartalom, ezt mutatta az E5-ös jelzés. Ezt váltja az E10-es. Eszerint az üzemanyagnak január 1-től legfeljebb 6,1%-ban kell tartalmaznia a bioetanolt. Minőségét tekintve nyilván jelent változást, hiszen egy nagyobb mennyiségben kerül bele ez az összetevő a benzinben. Mindenkinek azt javasoljuk, aki benzines autóval jár, hogy érdemes tájékozódni akár az interneten, vagy akár a gyártó, autógyártó céggel felvenni a kapcsolatot, és megnézni, hogy az ő autója alkalmas-e arra, hogy ezzel a típusú üzemanyaggal tovább autózzon. Ez az etanol, bioetanol, ez egy kukoricából készülő alkohol, ami nem egy agresszív anyag, tehát ez egy oldószer, tehát nem kell nagyon komoly radikális változásokra számítani a használatát követően, de nyilván a korábbi lerakódásokat, szennyeződéseket kipucolhatja az üzemanyagrendszerből, és hogyha azok a szűrőkben megállnak, akkor azok okozhatnak problémákat. 2 millió autó van a magyar tulajdonosoknál, amely 95-ös benzinnel működik. Ennek fele 2000-es évjárat előtti. Mint azt a szakember elmondta, a 20 évnél idősebb autók esetében érdemes tájékozódni az E10-es jelzésű üzemanyag várható hatásairól. Magyarország igyekszik megfelelni az unió előírásának és annak a jogszabályi változásnak, hogy a környezetvédelmi kvótákat teljesíteni tudjuk. A leggyorsabb és leghatékonyabb lépés Magyarország számára az volt, hogyha a biotartalmat növeli a benzin esetében. Hát a gázolajban is van nyilván biotartalom, de ennek a mennyisége most nem változik. Folyamatosan állnak át a töltőállomások az E10-es jelzésű benzinre. Így lehet az, hogy van, ahol már megtalálható a megváltozott üzemanyag, máshol pedig még az E5-össel lehet tankolni. A január 1-e az üzemanyagok árában is változást hozott. A 95-ös benzin esetében 9 forinttal nőtt a literenkénti ár, a gázolajnál pedig 6 forinttal kell többet fizetni a töltőállomásokon. Új kilátót építenek a Zengőn, a mostani életveszélyes építményt váltják ki ezzel. A munkálatok már elkezdődtek, márciusban már át akarják adni az építményt. A fokozottan védett Bánáti Bazsarózsát óvják meg azzal, hogy télen valósítják meg a beruházást. A 22 méter magas kilátóról a mecsek vonulatait láthatják majd a turisták a 682 méteres Zengő csúcsáról. Egy kiránduló készítette ezt a felvételt a Zengő csúcsán található kilátóról. Jól látszik, hogy milyen veszélyes jelenleg az építmény. Ez változhat meg tavaszra. Ugye a Zengő hegyen jelenleg is található egy betonépítmény, amelyet a 80-as években, még a szocializmus évtizedeiben geodéziai mérőtorony funkcióval építettek meg. Közel egy évtizede ez azonban már életveszélyes. A turisták azonban ezt a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyják, sok esetben is felmásznak erre a rossz állapotú, ma már életveszélyes betontoronyra. Mondja a megyei önkormányzat elnöke a jelenlegi állapotról. Őri László azt mondja, új kilátót építenek a régi helyett. Ez egy ökoturisztikai célú fejlesztés, amelyet a megyei önkormányzat pályázati forrásból valósít meg Pécsvárad önkormányzatával konzorciumban, több mint 160 millió forint áll rendelkezésre a kilátó megépítéséhez. Az új kilátó az egy mintegy 7 szintes, közel 22 méter magas tájba illő, környezetbe illő építmény lesz, amely terveink szerint közel 4 méterrel a lombkorona szint fölé fog nyúlni. Így megcsodálhatják a mecsek vonulatát a turisták, mondja megyei elnök. Egy fémből készült kilátót kell elképzelni, ami körbe fogja majd a mostani betonépítményt. November végén kezdődött az alapozás. A beruházásnak márciusig el kell készülnie, hogy a Zengő fokozottan védett növényeiben ne tegyenek kárt. Ez a bánáti bazsarózsa, ami itt él. A hazai állomány 90%-a található a Zengőn. Ide akartak korábban lokátort telepíteni, de a favágókat a környezetvédők megállították 2004. február 13-án. Ez a Zengőhegyi csata, vagy csata a Zengőn, aminek hatására végül nem épült meg itt a lokátor.
Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette be, hogy 2020. január 1-től a minimálbér bruttó összege 161.000 forintra, a garantált bérminimum pedig 210.600 forintra emelkedik, a növekedés mindkét esetben 8-8%-os, emellett a bérek is növekednek, így szeretnék itthon tartani a dolgozókat. Kérdés azonban, hogy milyen hatással lesz a növekedés a hazai kis- és középvállalkozásokra, a növekvő bérek mennyire hatnak a versenyképességükre. A minimálbér és a garantált bérminimum kétszeresére nőtt 2008 óta. A bérek közben csak másfélszeres növekedést mutatnak ebben az időszakban, mondja a megyei iparkamara főtitkára. Cél a munkaerő megtartása, de kérdés, hogy a hazai kis- és középvállalkozások ki tudják ezt gazdálkodni. Ehhez segítség kell, mondja Rab Szabolcs. A béremelkedés és a minimálbér, illetve a garantált bérminimumnak az emelése az jó. Nagyon jó lenne, hogyha a kormányzat a KKV-k terheit csökkentő adócsökkentést vezetne be párhuzamosan. Valamilyen módon kompenzálni kellene ezt a nyomást, tehát hogyha egy KKV-nak magasabb bért kell adni az alkalmazottnak nagyon helyesen, akkor valamilyen módon egy adócsökkentéssel a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások kapják meg ezt egy valamilyen kompenzációs adó vagy egy leírás formájában. A tőkeerős külföldi cégekkel kell versenyeznie a hazai KKV-knak a világpiacon. Ez erős nyomást jelent a tőkeszegény magyar vállalkozásoknak, akiknek még emellett a magasabb béreket is ki kell fizetniük, mondja főtitkár. Egy vagy két évtizede minimum globális gazdaságról beszélünk. Akkor ugye a magyar termékeknek is globális piacon kell versenyezni. Ez a globális verseny azért a tőkeerős nyugat-európai országok által irányított és vezérelt, és megvannak azok a közgazdasági technikák, amikkel ők azért irányítani tudják a folyamatokat, addig egy picit nehezebb a magyar KKV-k nemzetközi versenyképes termékei irányába elmozdulni, illetve ezt a kérdést fejleszteni. Ezért kellenek az adókedvezmények, egyéb központi rendelkezések a kormányzattól, hogy ne csökkenjen a hazai vállalkozások versenyképessége a bérnövekedés miatt. Az EU-s támogatások, pályázatok is segíthetnek, azonban 2021-től új pénzügyi ciklus kezdődik. Ennek előkészítése, a rendszer kidolgozása egy másfél évet vesz igénybe. Így a támogatások kifizetése tolódik. Erre is fel kell készülniük a vállalkozásoknak itthon, mondja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. A Nyulak és Hajtóik vették birtokba szilveszterkor a somogysárdi focipályát. 27. alkalommal rendeztek nyúlfuttató versenyt, amelyre az ifjúsági kategóriában 40-en, a felnőttben pedig több mint 20-an neveztek. A leggyorsabb ezúttal a Pitypang és a Cuki névre hallgató két nyúl lett. Népes csapat gyűlt össze a somogysárdi labdarúgó pályán, ezúttal azonban nem a focistáké, hanem a tapsi füleseké volt a főszerep. Lelkesen terelték a nyulakat a cél felé a hajtók, az ifjúsági kategóriában ezúttal Pitypang ért először célba. Na, a nyulakat kölcsön kaptuk egy barátunktól reggel, és a gyerek kategóriába első lett a nyúl, a felnőttben meg második. Márk és Balázs a kezdetek óta részt vesz a nyúlfuttatáson. A leasinggel, tapsifülessel idén sikert is arattak. Egy kis tréning azért volt, de semmi olyan nagy dolog nem tettünk hozzá, hogy nekünk kellett volna nyerni. Ez csak így jött. Jár a jutalom répa Cuki nyúlnak, aki a felnőtt kategóriában végzett az élen hajtójával együtt. 5. alkalommal veszünk részt ezen a nagy mérkőzésen. A nyuszi az nagyjából 3 napja van meg, de lehet, hogy 4. Róla azt lehet tudni, hogy 7 hónapos, és nagyon puha, és gyors. Cuki nyúl az ifjúsági futamon hangolt a felnőttek versenyére és a sikerre. Az első körben a Hugival ment a nyuszi, és akkor bemelegedett, és akkor most már ment minden magától, úgyhogy ennek is köszönhetem azt, hogy első lettem. 27. alkalommal rendezték meg Somogysárdon a nyúlfutató versenyt, amelyre nem csak a településről érkeztek nevezők és szurkolók. Hála is nagyon hagyománya van ennek a történetnek itt nálunk, hogy nem is nagyon kell hirdetnünk. Ez egy olyan közösség, hogy ez a 4-5-600 ember szinte minden évben itt van, együtt forrad boroznak, együtt hajtják a nyulakat, örülnek, hogyha nyernek a tombolán, örülnek, hogyha van valami olyan dolog, hogy nyert a gyerek, nyert valamelyik rokon, és jó érzik magukat így együtt ezek az emberek. Az ifjúsági kategóriában 40, a felnőttben pedig több mint 20 tapsi füles és hajtója állt rajthoz Somogysárdon. Végül nézzük, miről szólt a híradó.
Bizottság vizsgálja a szekszárdi uszoda építését, a cél, hogy mielőbb elkészüljön a létesítmény. Minimálbér emelés, a kis cégek bajba kerülhetnek a magasabb fizetések miatt. Bukovinai összetartozás napja, tisztújítás, koszorúzás, emlékszobaavatás és focitorna is szerepelt a programban. Felújított menze és reformkonyha, 25 millió forintos fejlesztés a Zombai Általános Iskolában. Kedden folytatódik a frontoktól mentes, szélcsendes, napos időjárás. Az elmúlt napokhoz képest kissé mérsékeltebb fagyig érkezik a reggeli órákban. Mínusz 4 és mínusz 1 fok között alakul a reggeli hőmérséklet, majd napközben ismét pozitív értékeket mutatnak a hőmérők. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!